műsorunk tartalmából. Prokultúra díjak, a Magyar Kultúra napján Új-Budán elismerték a kiemelkedő munkát. Tornatermek épülnek, a kormány támogatásával új csarnokokat kap két 11. kerületi gimnázium. Lepra misszió, a rossz hírű betegség ma is szedi áldozatait, ezért most is kell a segítség. Az eddigi hagyománnyal szakítva idén nem az önkormányzat dísztermében, hanem a B32 Galéria és Kultúrtérben rendezték meg a Prokultúra Új-Buda díjátadó ünnepséget a Magyar Kultúra napján január 22-én. Eddig hagyományosan a testületi ülés elején adtuk át ezt a díjat, de úgy gondolom, hogy ez messze már túlnőtt azon a lehetőségen, vagy azon a helyszínen igazából, és hogyha rendelkezésre áll egy ilyen összművészeti galéria, akkor adjuk meg a módját, és ilyen módon adjuk át itt, ezen a helyen a díjakat, és azokat a művészeket díjazzuk, vagy azokat az alkotókat, akik Új-Budáért, Új-Buda közösségéért, valamilyen közösségéért sokat tesznek, és hát örökbítik Új-Buda hírnevét is. Bényi Eszter textilművésznek és Timec András karvezetőnek adta át Hoffmann Tamás polgármester egy rövid köszöntő után a kerület legrangosabb kulturális elismerését. 1989 óta ezen a napon országszerte díjat kapnak azok, akik tetteikkel, alkotásaikkal fellendítik a magyar kultúra ügyét. Kölcsey Ferenc 195 évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be a himnuszt, de egy másik Új-Budához kötődő eseményre is emlékeztünk. 75 évvel ezelőtt, január 22-én született Cseh Tamás, a nagyszerű zenész és előadó művész, akinek áthangszerelt dalai a B32-ben is felhangzottak Rutka Róbert és Nagy Dániel Viktor előadásában. Természetesen az ember nem a Tamást akarta, és ez már kiderült annak idején a próbák alatt, aki egy picit is utánozni akarta őt, akkor az elbukott. Mindenkinek bele kell, vagy meg kell találni a dalnak, meg a szövegnek az értelmét is értelmezni. Annyiban, hogy szabad kezet ott van, és belenyúltak a harmóniába, ugye hát egy szálgitár érte a Tamás a dalokat, ezért ilyen refré jellege fel kellett építeni a hangszerelésben, meg kicsit a harmónia megváltoztatásával, hogy olyan dalformát nyerjenek, azt mondta Giza, hogy mondjuk a fiataloktól, akár az idősebbekig is meghallgatnák újra. A jeles esten Kölcsey Ferencről is megemlékeztek a szervezők, Katona László színművész a himnusz költőjének Parainézis Kölcsey Kálmához című művéből adott elő egy részletet. Stimec András munkáját már nagyon régóta ismerem, hiszen Albert Falván, az Albert Favi Közösségi Házban tartja a Gesualdo Kamarakórus a próbáit. A Gesualdo Kamarakórust ő alapította. Több nemzetközi kórusversenyen is részt vettek, és igen jó eredménnyel szerepeltek, és úgy éreztem, hogy Stimec András és a Gesualdo Kamarakórus munkája érdemes arra, hogy Új-Buda is elismerje Prokultúra díjjal. Hát fantasztikus, megtisztelő érzés volt. Amikor 2000-ben elkezdtük ezt a kórust, akkor egy lelkünknek kellemes hobbi időtöltésnek szántuk, és hál' Istennek elég jól kinőtte magát művészi színvonalában is, és örömmel éneklünk Új-Buda népének, amellett, hogy természetesen a nemzetközi porondon is időnként előfordulunk, és elég szép színvonalat sikerült elérnünk, és óriási váratlan megtiszteltetés volt, amikor a Krisztina Föld terjesztett, és nagyon-nagyon örülök neki. A nonfiguratív szőttesekkel híressé vált alkotóművész ezer szállal kötődik a 11. kerülethez. Bényi Eszter felmenői neves festőművészek, művészettörténészek, régészek voltak, ő az egész életét a textilművészetnek szentelte. Tanulmányait az Iparművészeti Főiskolán textilesként kezdte, kitartó munkával vált a magyar goblenyművészet megkerülhetetlen alakjává. A Magyar Kárpit Művészek Egyesületének alapító tagja már sok díjjal büszkélkedhet. Nagyon örülök neki, és megbecsülöm, valóban nem az első díjam, de a kerülettől, ami nekem nagyon fontos, ez nagyon fontos elismerés, nagyon nagy megtiszteltetés. A családom is nagyon régóta itt élt és alkotott, meg is becsüli őket is, mármint az emléküket a 11. kerület. A nagyapám Supka Géza volt régész, író, politikus, és az édesanyám Supka Magdolna a művészettörténész, és az édesapám Bényi László festőművész, és hát ez is benne lehet az én díjamban, bár nem mondták, hogy mindhármuknak a hagyatékát őrzöm, ápolom, könyveket adok ki róluk, kiállításokat rendezek. A díjazottakat végül fogadáson köszöntötte a kerület vezetősége.
Nem csak a testnevelés órák és a sportélet eddigi nehézségeit oldja majd meg a 2,2 milliárd forint kormányzati támogatásból a közeljövőben felépülő két tornacsarnok, a Szent Imre és a Szent Margit gimnáziumban, hanem az oktatási, közösségi helyek is megújulnak majd, továbbjavítva a diákok életminőségét a Villányi úton. Meglátogattuk a két oktatási intézmény igazgatóját, akik megmutatták nekünk a tervezett létesítmények látványterveit is. Az új köznevelési törvény a mindennapos testnevelést bevezette felmenő rendszerben. Mi azon iskolák közé tartozunk, ahol ez ténylegesen megvalósult, tehát nem csak adminisztratíve lepapírozva, hanem ténylegesen heti 5 testnevelés órában sportolnak a gyerekek. 25 osztályunk van, ugye könnyű ezt felszorozni, hogy a 7-től fölfelé bontásban, nemi bontásban műveljük ezt a tantárgyat, hogy ez milyen elképesztő nagy igényt, óraigényt, területigényt generál. És a Szent Imre gimnázium jó helyzetben van, ennek ellenére minden nap lépcsőzős testnevelés órákat is kellett tartanunk, tehát egyszer a kapacitás nem tudta ezt a hatalmas igényt lefedni. Nagyon nehéz úgy elosztani a gyerekeket, hogy mindenkinek jusson legalább az a lehetőség, ilyen forgószerűn, hogy néha például röplabdázhasson. Egyik kolléganőit éppen panaszkodott, hogy ő is szeretne nem csak 2 hetet benn lenni a nagy tornateremben, hogy röplabdázni tanuljanak a gyerekek, hanem hosszabb időt, hát ez nem mindig sikerül. Olyasféle tornacsarnokról álmodunk, amely egyben tornacsarnok, kézilabda versenyekhez szabványméretű, ugyanígy kosárlabdához is szabványméretű, nemzetközi szabványméretű, ahova az iskola mindenestől és még szülőkkel is be tud férni. Ez olyan 1500 fő. Egy kétszintes sportcsarnokot tudunk megvalósítani, úgy, hogy a kiszolgáló helységeket, tehát beleértve a testnevelő tanárit, az öltözőket, az orvosi szobát, a főépületből át tudjuk költöztetni, és akkor gyakorlatilag így a felszabaduló területen tantermek, előadók, természettudományos kabinet kialakítható lesz. Ha ez a beruházás megvalósul, akkor a jelenlegi testnevelés terem helyén, ha minden igaz, ki tudunk alakítani egy kapacitásában, esztétikájában méltó ebédlőt 640 gyerek számára. Hálásak vagyunk a kormánynak, hogy gondoltak a Szent Margit gimnáziumra is. Örülünk annak, hogy tényleg amikor 100 éves lesz az iskola 1920-ban, és amikor az eukarisztikus kongresszus elérkezik Magyarországra, addigra lesz egy tornacsarnokunk. 2019. januárjában, kora tavaszán kiírásra kerül a közbeszerzés, és az elképzeléseink szerint 2019 nyarán az első kapavágás megtörténik, hát és innentől kezdve pedig aztán a kivitelezőkön múlik. Ez azt gondolom, hogy több lépcsős forduló, első körben meg kell, hogy épüljön a kinti épület együttes, a kinti épület a sportcsarnok, és ha az elkészül, akkor kerülhet sor majd a belső átalakításokra is. Ez biztos, hogy legalább 2 évet igénybe fog venni. Újbuda önkormányzata idén is meghívta a kerületben működő felekezetek vezetőit a már hagyományos újévi pohárköszöntőre. A találkozón a megvalósult és tervezett fejlesztéseken túl a történelmi egyházak helyzetét is megvitatták a megjelentek. Nagyon sok területen működünk együtt, hiszen nagyon sok olyan feladatot látnak el az egyházak, egyházi közösségek, amelyek közfeladatok, ugye az oktatástól kezdve egészségügy és a szociális ellátásban nagyon fontos szerepük van, és hát magában a közösség építésben és fejlesztésben, közösség megtartásban vagy gazdagításban. Tehát ezek azok a tevékenységek, amelyekkel egyrészt összefonódunk gyakorlatilag, illetve az önkormányzat az anyagi lehetőségei szerint igyekszik támogatni ezen sokrétű munkát és feladatot. A hit fontosságát hangsúlyozta Simicsko István honvédelmi miniszter Újbuda országgyűlési képviselője köszöntőjében. A politikus úgy véli, bármilyen feladatot lát el az ember, ha szívből, szeretetből és elhivatottságból teszi, akkor nagyot tud alkotni. Sikerült újabb kormányzati támogatást szerezni a kerületünk számára. Itt elsősorban a két egyházi gimnáziumunk kaphatja ezt a támogatást, ugye a Szent Imre gimnázium és a Szent Margit gimnázium. Egy-egy új tornateremmel, sportcsarnokkal fog gyakorlatilag gazdagodni a két gimnáziumunk. Ez az egyik 1,2 milliárd forintot, a másik 1 milliárd forintot kap a kormányzat részéről. Ez szerintem nagyon-nagyon jó hír. Az egyházi iskolák szerepe az elmúlt időszakban jelentősen növekedett. Szerintem fontos, hogy azok a támogatások, amelyek a kerületbe érkeznek, egyrészt az egyházaink, a történelmi egyházaink részére, ugye a Szent Imre
plébánia is megújul, a templom is megújul, és sok-sok minden más. Új templomokat építettünk Gazdagréten és Kelenföldön, az Etele útnál is. Ezek mind-mind fontos üzenettel bírnak, hiszen a lelkünket, a hitünket erősítik. Németh Zsolt országgyűlési képviselő úgy látja, a történelmi egyházak támogatása ma mindennél fontosabb feladat, amit templomok felújításával, építésével, valamint aktív közösségi élettel lehet véghez vinni. Hála Istennek nagyon jól működő egyházi közösségek vannak, minden felekezet megtalálható ebben a térségben, és ez a fajta együttműködés, ami jellemzi őket, ez pedig kifejezetten örvendetes. Simicskó István meghívására Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára is ellátogatott az eseményre, ahol úgy fogalmazott, mindegy, hogy valaki egyházi vagy világi vezető, a cél, hogy mindenki saját hitével erősítse a közösséget. Nem csak a 11. kerület, hanem sok-sok része az országnak, sőt azt is tudom mondani, hogy a Kárpát-medence sok-sok része is egyházak szempontjából egész más életet él, mint 2010 előtt, hiszen akár a közfeladatellátásokban, akár hitéletükben sokkal nagyobb támogatást kapnak, ami azért fontos, mert rengeteg gyermek, rengeteg idős ember, rengeteg rászorult vesz igénybe az egyházaknak a közfeladati ellátását, legyen az iskola vagy szociális intézmény, és hát persze természetesen talán a legfontosabb az a hitéleti tevékenységük, ami mindenképp Magyarországon, még azoknak is, akik nem mint templomba járnak, azoknak is egy fontos dolog, hogy az egyházaink ott legyenek. 8 környékbeli óvodából közel 500 gyermek nézhette meg a Bocskai Színház mese előadását. A show című darabot 4 alkalommal is bemutatták a Bocskai István általános iskola tornatermében január 25-én és 26-án. A népszerű mesét az iskola tanárai írták színpadra, maguk készítették a díszleteket, a jelmezeket, és ők is játszották el a darabot. Minden évben megrendezésre kerül egy mesejáték, amit a kerület óvodásainak szoktunk előadni. Ha jól emlékszem, ez már a 8. év, ami következik az idén. Ebből 5. előadás az, amit én rendeztem idén, ez most a show című mesejáték lesz. Megkérdezte tőlem a testvéreinkről, hogy mennyire szeretjük őt. És én azt feleltem annyira, mint az emberek a sót. Te hiszen semmi rosszat nem mondtál. Semmi rosszat! Tanárok, akik amatőr színészként nagyon lelkesen fölvállalják ezt a szerepet, és ha van lehetőségünk, akkor diákokat is szoktunk, egy vagy két diákot, illetve van egy kislány, aki minden évben segít bennünket azzal, hogy ő hozza be a főcímet. Az iskola igazgatójától, Gorka Szabolcstól megtudtuk, hogy a drámapedagógiai képzésben is erős oktatási intézmény kettős céllal szervezi már 8 éve ezeket az óvodásoknak szóló előadásokat. Egyrészt remek lehetőség, hogy bemutassák az iskolát az iskolaválasztás előtt álló óvodásoknak, másrészt a darabra készülve a próbák során a pedagógusok is összekovácsolódnak. Ez egy óriási munka, már az őszi szünetben elkezdődik, azzal, hogy a darab, hogy mondjam, forgatókönyve elkészül, utána jelentkeznek a szereplők, mind a felső, illetve hát a délelőttös és a délutános kollégák közül is, és akkor heti 2 alkalommal szoktunk összeülni, általában olyan 4-5 órás kezdéssel egy-egy próbára, úgyhogy ez tényleg nagyon megterhelő, a másik pedig a csodálatos színpadnak a megépítése, ami szintén a kollégáknak a kezemunkáját dicséri. Az előadást természetesen az iskola diákjai is megtekintették, számukra külön időpontban mutatták be a darabot tanáraik. A ciszterci rend alapítására emlékeztek a Szent Imre plébánia templomban január 27-én este. Az eseményen jelen volt Hoffmann Tamás polgármester és Újbuda több képviselője, jeles személyisége is. Az ünnepi szentmisét Skalicki Csaba őrs plébánost celebrálta. A szentbeszédben megemlékezett a 900 évvel ezelőtti eseményekről. A ciszterci rend alapítását 3 személyhez kötjük. A Citói apátság, amely a mai Franciaország területén található, 1098-ban jött létre, és az első vezetője ennek az új közösségnek Molemmi Szent Róbert volt, aki csak 1 évet töltött ebben az apátságban, aztán visszament a korábbi apátságába Molembe, és utána őt 9 éven keresztül Szent Alberik követte, mint apát.
és az ő halálának a napja tulajdonképpen január 26-a, és ezért a szitói alapítókat, a három első apátot, a harmadik apát Harding Szent István volt, aki 25 évig vezette az apátságot, őket Alberik halálának a napján, azaz január 26-án ünnepeljük. A Szent Mise után a budai Szent Imre plébánián agapét rendeztek, amelynek meghívottjait több meglepetés is várta. A plébános atya a résztvevőket megajándékozta a rend alapítóira emlékeztető ajándékkal, valamint egy ünnepi műsorral is. Szeretnénk a rendi alapítókat jobban élővé vagy a köztudatba belehozni itt a kerületben, tehát ezért is gondoltuk ezt az ünnepet, polgármester úr megtisztelt bennünket a Szent Misén való jelenlétével, és hát valóban itt is sokan vannak a plébániáról a kerületben, és egy kis koncertet is tettünk, illetve nem csak koncertet, hanem Szent Bernát műveiből volt felolvasás, és Babics verseket, Váci Mihály verset is hallhattunk elszavalni, és Eszterházy Pál Harmónia Celestis gyűjteményéből néhány darabot adtak elő, mind-mind olyan előadók, akik a plébániának aktív tagjai. A jeles eseményről hamarosan Útravaló című műsorunk közöl bővebb összefoglalót. A lepra, a szörnyű betegség elleni harc hatékonyságát növelő lepra misszió már 1874 óta működik, azóta 29 országban köztünk hazánkban vannak szervezeteik. A leprások világnapjához közeli vasárnapon most a Kelenföldi Evangélikus templomban találkoztak a lepra misszió magyarországi képviselői, és közös imádság mellett éves közgyűlésüket is megtartották. Minden évben így a leprások világnapján a budapesti rendezvényünket megtartjuk, de az országban nagyon sok helyen tartják meg ezen a napon a megemlékezést, és hát adományaikkal is segítik egyházközségek ilyenkor a misszió munkáját. Minden évben váltjuk, hogy melyik felekezetbe kéreckedünk be, helyszínt kérni, és így most a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet fogadott be bennünket a szép templomába. ...1954 óta január 30-án tartják meg ezt a világnapot. A sok millió ember halálát okozó betegség még ma is a világ több országában szedi áldozatait. Évezredekig az ismeretlentől való félelem is közrejátszott abban, hogy kirekesztették a betegeket, de semmi nem indokolja ezt ma. Viszont mégis így bánnak a saját társadalmaikban a betegekkel. Kelenföldön már régi hagyománya van a segítségnyújtásnak. Blázi Árpádné lelki pásztor maga is tagja a lepra missziót működtető szervezet kuratóriumának. A Kelenföldi Evangélikus Közösség tagjai nem csak rendszeres pénzadományokkal, hanem munkával is segítették már a betegség elleni nemzetközi küzdelmet. Ebben az esztendőben a mi evangélikus templomunk itt a 11. kerületben ad otthont ennek a rendezvénynek. A gyülekezetünk hosszú évtizedek óta segíti a lepra missziónak a munkáját. Kezdetben ugye az asszonytestvérek kötögették a fáslikat, illetve a kis beteg gyermekeknek a rékliket. Aztán amikor kiderült, hogy nagyon drága eljuttatni ugye a harmadik világba, a leprások világába ezeket a készítményeket, akkor pénzadományra váltott át ez az adománygyűjtés. Gyülekezetünknek a nyugdíjas tagjai nagyon a szívükön viselik ennek a missziónak a sorsát, így mi is egy kiemelkedő támogató szervezete vagyunk ennek a missziónak. Az eseményen jelen volt a lepra misszió több magyarországi vezetője, amelyen Rizskónév Fazekas Márta igazgató számolt be az elmúlt év sikereiről és az új évre tervezett feladatokról. 2018-ban a befolyt támogatásokból már az afrikai országokban is szeretnének segíteni, valamint rendhagyó órákat tartanak majd egyházi iskolákban, hogy felhívják a gyermekek figyelmét arra, hogy a tudatlanság és a rossz körülmények miatt még ma is minden két percben megállapítják valakiről a földön, hogy leprás, és az új fertőzöttek egyötöde kiskorú.